Tehát ezzel a kis hangulati filmmel szeretnénk köszönteni mindenkit. Ugye itt az ELTE PTK képzéseinek azért széles palettája bemutatásra került, de itt kifejezetten a tájékoztatást az edzői szakkal kapcsolatban fogjuk megtenni felétek, érdeklődők felé, és arra szeretnélek még titeket kérni, hogy ugye úgy vegyétek, hogy az ELTE az igazából egy nagy egyetem, ami kifejezetten két helyszínen, Szombathelyen, illetve Budapesten végez sporttudományi, vagy készít fel sporttudományi szakembereket, és ezért az edzői képzésünket is mindkét helyszínen kínáljuk, csak más-más sportágokban, amire ki fogunk térni a tájékoztatónk során, és akkor most kezdeném a tájékoztatónak a PPT-s prezentáció részét, amihez megosztom a képernyőmet a prezentációval. Az elejétől látható a prezentáció? Igen. Oké, köszönöm szépen. Tehát itt az edzői szakról fogunk beszélni számotokra, de mint látható volt ugye a filmből is, hogy más sportszakokkal is rendelkezünk, és értelemszerűen nagy tapasztalattal rendelkeznek mindenféle sporttevékenység, illetve verseny- és szabadidősport kérdésekben is a kollégáink. Ahogy említettem, két intézetről beszélünk, kifejezetten az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetben a következő, vagy hát ugye az aktuális tanévben majd kajakkenu, illetve kosárlabda edzői szakokkal várjuk a résztvevőket, érdeklődőket, míg a Sporttudományi Intézet szombathelyi részén pedig ugye kosárlabdával, atlétikával és kung fu edzői szakokkal várjuk a jelentkezőket. Amit nagyon fontosnak tartunk, hogy kifejezetten mind a sportszakok tekintetében a testnevelő tanári szakoknak nagy hagyománya van mind a két intézetben, de már az edzői is viszonylag hosszabb időre tekint vissza a szombathelyi helyszínen, míg Budapesten 3 éve indult az első edzői képzésünk. Az látható, hogy természetesen a sporttudománynak számos ágában érdekeltek vagyunk, így aktuális képzéseink közé tartoznak a rekreáció és életmód, a sportszervező alapképzés, illetve az edzői alapképzések. Mesterszakon Budapesten lehet jelentkezni a sportmenedzser képzésre. Az előtte említett 3 alapképzés mindkét képzési helyszínen megtalálható. A gyógytestnevelő, egészségfejlesztő tanár testneveléssel szakpárban, ugye Szombathelyen, és akár általános iskolai testnevelő tanárok, akár középiskolai testnevelő tanárok szeretnének lenni, akkor szinte bármely szakpárral, mind a szombathelyi, mind a budapesti képzési helyszínen elérhetőek vagyunk, és aki ezután még tovább szeretne lépni doktori irányba, az szintén az ELTE-n jó helyen van, hiszen a neveléstudomány, illetve a pszichológia szakágakban el tud indulni, hogyha valamilyen mesterképzési bemenettel már rendelkezik. De most ugye kifejezetten visszatérünk arra, hogy itt az edzői tájékoztatót tartjuk meg, ami fontos, hogy aki beiratkozik nálunk ugye az alapképzésre, felvételt nyer, akkor ugye gyakorlatilag a fennnevezett 4 sportág ból ugye választhat, de nagyon fontos, hogy ezt a választást nem a belépés után kell megtenni, hanem előre, hiszen a felvételi során már majd kifejezetten ugye atlétikából, vagy ugye a szaknak megfelelően fogja a felvételi elméleti, illetve gyakorlati részét teljesíteni a résztvevő. De az nagyon fontos, hogy a felvi.hu rendszerben ezt még nem tudjátok bejelölni, ezt majd kifejezetten a PPK-ról indított
ügyintéző, tehát a felvételi ügyintéző által indított levélre kell majd megválaszolni, hogy mely szakágban indítunk. Ugye nagyon fontos, hogy gyakorlatilag azzal, hogyha valaki megszerzi ezt a szakképzettséget, ugye különböző nevelési oktatási intézményeknél jogosult sportszolgáltatást biztosítani ezekben a sportágakban, de gyakorlatilag a diákoktól az élsportig, valamint ugye a szabadidősportig elhelyezkedhet, akár edzőként, akár ugye magasabb szinten, vagy a sportág irányításában, de aki abban gondolkozik, hogy szeretne saját sportegyesületet létrehozni, hát értelemszerű, hogy annak is valamilyen végzettséggel kell, hogy rendelkezzen, és ez akkor ez egy tökéletes dolog ezzel kapcsolatban. Mit szeret? Azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy ugye minden alapképzés a 180 kreditből épül fel, de fontos tudni, hogy ezek kifejezetten nem mind a 180 kredit arra fog szolgálni, hogy nekünk például akár az atlétika vagy kosárlabda sportágnak a megismerésével és oktatásmódszertanával foglalkozzunk, hanem az edzőképzésünk is, ez egy komplex képzés, úgy mondjuk, hogy egy komplex sportszakra nyernek betekintést, hiszen ugye minden mozgásformához vannak általános alapozó tárgyak, amit szinte ugye ugyanolyan szinten kell ismernie, legyen az kosárlabdázó, atléta, vagy kajakkenus, vagy kungfura felkészülő. Tehát így a sporttudományi alapozó képzések között nagyon fontosnak tartjuk a gimnasztikát, a különböző módszerrel végezhető motoros képek fejlesztését, vagy az általános edzéselméleti ismereteket. Ugyanennyire fontosak ugye az egészségtudományi ismeretek is, amelyek között találhatóak anatómiai élettani ismeretek, szintén ugye egy terhelés élettan, amely ugye egy edzés során ugye edzésterhelés éri a szervezetet, milyen változások érhetők el, hogyan reagálunk rá, milyen ehhez kapcsolódó terhelés és pihenés. Ezt minden edzőnek tudni kell. Manapság már nagyon fontosak, és ugye úgy gondoljuk, hogy nem csak maga az edzés munka a fontos, és abból úgy jöhet ki a teljesítmény, hanem ezt ki kell egészíteni például akár a sporttáplálkozás megfelelő összeállításával, különböző relaxációs módszerekkel, és nagyon sok sportágban már a sportpszichológiai segítség is jelentős abban, hogy jó teljesítményeket tudjunk elérni. Van, amelyik sportágban ugye erre természetesen egy külön szakember tudnak biztosítani, de akkor is fontos, hogy az edző az felkészült legyen ezen a területen, mert lehet, hogy egy-egy helyzetben, pillanatban neki kell segítséget nyújtani ilyen irányból, de az is lehet, hogy jól tudjon együttműködni egy sportpszichológiai szakemberrel, mondjuk a csapata eredményesebb működése érdekében. Ez egyértelműen fontosak ezek az általánosnak tekinthető ismeretek az edzők szempontjából. Társadalomtudományok. Ugye itt nagyon fontos elmondani, hogy ugye az edző az gyakorlatilag ugye az egy kommunikációs szakember is, hiszen nagyon fontos, hogy beszélünk, hogy hogyan beszélünk a mi tanítványainkkal, a különböző életkorú tanítványainkkal, jól tudjunk tájékozódni akár a szervezési és gazdasági ismeretekben, menedzserelni tudjuk a csapatunkat részben, hogy együtt tudjunk működni a menedzserekkel. Tehát nagyon sok olyan sporttudományi általános vagy speciálisabb terület fontos ahhoz, hogy egy komplex szakedzői ismerettel rendelkezzünk, és emellett természetesen nagyon szeretnénk hangsúlyozni, hogy főleg a második évtől kerülnek be a kifejezetten adott sportághoz kapcsolódó sportági elméleti, sportági gyakorlati, illetve sportszakmai ismeretek. Tehát a képzés felépítésével nagyon fontos, hogy az elején nagyjából az első év az általános alapozónak tekinthető, és a specifikusabb dolgok a második, harmadik évben kapcsolódnak be a képzésbe. Éppen ezért
nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy akik ugye hozzánk szeretnének felvételizni, és a mi más sportszakjainkra járó diákoknak is szoktuk ajánlani, hogy speciálisan, akár hogyha mondjuk valaki testnevelő tanári szakra jár, vagy akár egy rekreációs szervező szakra, de neki megvan például egy kosárlabdában a sportmúltja, és szeretne speciálisan kosárlabda edzői szakot végezni, akkor az bátran jelentkezzen, mert gyakorlatilag a képzésében már nagyon sok olyan tárgyat elsajátított, amit be tudunk tanulmányként az edzői szakon is. Én úgy számoltam ki, hogy általánosságban körülbelül az első év az, amit nagy szinte teljes mértékben, hogyha például testnevelő tanárszakról jelentkezik valaki, akkor az ki tud váltani, de ehhez kapcsolódóan ugye van nekünk egy megfeleltetési táblázatunk, aminek ugye a linkjét ide tettük, ez a prezentáció majd ugye elérhető lesz a PPK honlapon, tehát ezeket a linkeket is meg lehet majd újra nézni, de az a lényeg, hogy felkészültünk rá, hogy hogyan tudunk elfogadni tárgyakat. Tehát gyakorlatilag az elfogadással a 3 éves képzési idő, hogyha nem szeretné az ember addig húzni, akkor, tehát hogyha már más, ugye akár tanári, akár rekreációs szakról jön valaki, akkor én úgy látom, hogy 2 évre le lehet ezt szűkíteni. Azért 2, mert gyakorlatilag a második 2 évben vannak speciálisan, ahogy említettem, a kosárlabda, a kajakkenu, illetve a többi sportágnak a szakmai elméleti és szakmai gyakorlati órái, amit bizony ugye végig kell járni. Ami fontos, hogyha mi más már ugye itt az ELTE berkein belül más sportszakra jár valaki, akkor is csak külön felvételivel lehet bekerülni az edzői szakra, tehát felvételizni azt mindenképpen kell, azt nem, tehát nem automatikus, hogy akkor én majd elkezdek mellette párhuzamosan egy másik szakot, hanem mindenképpen ugye most, ha az idei évben szeretné valaki elkezdeni például a kosárlabda szakot, akkor erre jelentkezni is kell a felvi.hu rendszerében. Amit az ELTE még úgy gondolom, hogy kínálni tud más intézményekkel szemben, az az, hogy ugye ezek között ugye vannak kötelező, a tárgyakat feloszthatjuk úgy is, hogy vannak kötelezően végzendő órák, és fel van, meg van nevesítve, hogy ezeket mind el kell végezni. De emellett vannak úgynevezett szabadon választható kreditek, amelyekből megadott számot, attól függ, hogy ki mely szakra jár, kell teljesíteni. És hogyha nekem mondjuk egy 10 kreditnyi mennyiséget teljesítenem szabadon választhatóból, akkor ugye az ELTE-nek nagy előnye, hogyha valaki nem csak a sport iránt, hanem esetleg az informatika iránt, a természettudományok mássága iránt, vagy akár a jog iránt érdeklődik, akkor az ELTE csatlakozó karain ezeket a tárgyakat, ilyen jellegű tárgyakat, ami az ő érdeklődési körébe tartozik, ezt tud teljesíteni, és így a szabadon választható krediteit bátran ugye tudja fordítani az ismeretek bővítésére a különböző területeken. Természetesen mi is, mint a Sporttudományi Intézet, illetve az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet kínálunk úgymond sportos szabadon választható krediteket, tehát hogyha valaki szeretné, természetesen a sport területén belül is tudja ezeket teljesíteni, de hogyha pedig az a szíve vágya, hogy valamilyen bölcsésztani ismereteket szerezzen, akkor azt megteheti a szabadon választható kreditek tükrében. Hát nagyon fontosnak tartjuk, ugye természetesen a hallgatói élet bemutatása az 1-2 képben kevésbé lehetséges, ezért is készültünk 2 kisfilmmel ugye a megjelentek számára. Az elsőt, ami kifejezetten az Egészségfejlesztési és a Sporttudományi Intézet képzéseihez és hangulati elemeihez és hallgatói életet valamilyen szinten visszaadó képeihez csatlakoztak, és majd a prezentáció után meg fogunk nézni egyet, amely kifejezetten a szombathelyi intézménynek a lehetőségeit mutatja be számotokra. Mindenképpen szeretnénk hangsúlyozni,
hogy nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a hallgatóinkra nagy mértékben figyelünk, és ez kifejezetten igaz ugye az edzői képzésre is, hiszen itt jóval kisebb hallgatói létszám az, akivel így szinte mondhatjuk, hogy valódi ismeretségi kapcsolatot tudunk kialakítani, és így talán még jobban személyre szabottan tudjuk ugye az oktatást megvalósítani, és a másik irány, amit mindenképpen fontosnak tartunk, az a megfelelő szakmai gyakorlatoknak a biztosítása. Tehát mindenképpen ugye a szakmához kapcsolódó, azt mondom, hogy utánpótláshoz, és az élsporthoz, és a szabadidősporthoz is fognak kapcsolódni gyakorlatok, amelyeken a képzés során részt fognak venni a hozzánk felvételt nyert hallgatók. Jelentősnek tartjuk azt is, hogy az ELTE nagyon sok támogatást ad és biztosít a tanulmányok elvégzése érdekében. Ezek közül vannak persze, ami kifejezetten tanulmányi ösztöndíjak, vannak, amiket tudományos alapon lehet elnyerni, de az ELTE elég sok partnerrel rendelkezik külföldi intézményekben is, hogy esetleg ugye résztanulmányokat lehessen folytatni ugye az adott szakmai területen. Az budapesti képzési helyszínen kifejezetten ugye a BEAC sportegyesülettel együttműködésben egy olyan sportösztöndíjjal is rendelkezünk, amely már a hallgatói élet során biztosít olyan lehetőséget, hogy az ember ugye résztvevő kipróbálhassa önmagát edzői, szervezői és koordinátori szerepkörökben, amit értelemszerűen ösztöndíj rendszerben még támogatnak. Ezen belül számos lehetőség van, és az ELTE ösztöndíj oldalán például ezekről lehet tájékozódni, de az általános ELTE és ösztöndíjak mellett kifejezetten a KAR, a PPK is számos lehetőséget kínál a hallgatói önkormányzaton keresztül. Amit tényleg fontosnak tartunk, hogy már nem első éve a különböző nagy, akkor azt mondom, hogy minősített folyóiratok rangsort állítanak fel a mindenféle képzési területen, így a sporttudományi képzési területen belül is, hogy mely intézményekbe jelentkeznek a legtöbben első helyen, a bekerülőknek milyen a pont határa, mennyien rendelkeznek nyelvvizsgával, és szerencsére azt tapasztalhattuk, hogy a sporttudományi képzési területen a hallgatóink a legkiválóbbak sorában vannak, és a sportterületén még a testnevelési egyetemet is megelőzzük abban a rangsorban, ami tehát azt mondja, hogy első helyes jelentkezők, mennyien, mekkora pontszámmal tudunk felvenni hallgatókat. Tehát hozzánk szép számmal jelentkeznek, és azt mondjuk, hogy viszonylag kiválónak tekinthető hallgatók. Ugyanez igaz egy másik képzési rangsorra is, ezt is az idei HVG-ből talált rangsort mutatjuk be számotokra, ez pedig az oktatóknak a minősítettségét jelenti. Tehát ez azt jelenti, hogy az ELTE sporttudományi képzésein nagyon magas szinten képzett, és magasan kvalifikált a tudományban, és a gyakorlatban is nagy jártassággal rendelkező kollégákat találhattok, tehát úgy gondolom, hogy érdemes minket választani ebből a szempontból is, hogyha képzést választotok, és esetleg több helyszínben is gondolkodtok. Hát a legfontosabb kérdés általában az, hogy hogyan lehet ugye bekerülni hozzánk a különböző szakokra. Első és legfontosabb, hogy azt tud bárhova bekerülni, aki ugye az e-felvételi eljárásban jelentkezik. Tehát aki megjelöli ugye
az ELTÉ-t, illetve kifejezetten ugye a Sporttudományi Intézetet, vagy az Egészségfejlesztés és Sporttudományi Intézet valamely edzői szakát, hogyha ugye most az edzőképzésről beszélünk. Ugye nagyon már néhány éve ugye három helyre ingyenesen lehet jelentkezni, de ez azt jelenti, hogy valójában ez hat sor a felvételiben, hogyha mind a költségtérítéses, mind az állami képzést is bejelöli valaki. Tehát, hogyha ugyanazon szaknak a költségtérítéses és állami képzését, akkor az csak egy jelentkezésnek számít. Ugye február 15-ig kell jelentkezni, míg ennek a további hitelesítéses folyamata az február 20-áig le kell, hogy záruljon. Minden sportszakunkra, hiszen egy fizikai terheléssel járó képzésről beszélünk, egy egészségügyi alkalmasság igazolását kérjük, amely a KAR saját formanyomtatványán kell kitölteni. Mivel ugye járványhelyzet van, ezért nem azt várjuk, hogy valaki elmenjen az orvoshoz, főleg ugye, hogyha egészséges, akkor ugye erre nincs is szükség, tehát nem az orvostól kell igazolást hozni, hanem ez egy nyilatkozat, amelyben azt nyilatkozzunk, hogy mi egészségesek vagyunk, és annyira egészségesek vagyunk, hogy egy sportszakot ugye kibírjon a szervezetünk, és ezt kell valójában aláírni, és így feltölteni az egészségügyi igazolás típusú dokumentumként a FELVI honlapjára február 15-ig. Majd aki felvételt fog nyerni, azoknál pedig a beiratkozásnál fogunk kérni még egy plusz egészségügyi dolgot. Ugye, hogyha valaki sportoló, akkor ott kifejezetten ugye úgy is kell sportorvosi vizsgálatokon részt vennie, és ott a sportorvosi vizsgálatot, vagyis hát ugye az igazolást, a kártyán lévő igazolást azt elfogadjuk, aki pedig nem leigazolt versenyző, annak ott egy rövid munkaegészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni, de igazából ez nem egy bonyolult dolog, illetve mondhatjuk azt, hogy majd az aktuális COVID-helyzetnek megfelelően lesz ez kialakítva. Amit meg kell jegyezni, azt, hogy ugye egyszerre ugye a felvételi rendszerében több helyszínt, több szakot is be lehet jelölni. Ennek a módosítására is van lehetőség. Tehát, hogyha valaki például az edzői szakot másodiknak vagy harmadiknak jelölte meg, de még július 8-a előtt ezen szeretne módosítani, mert úgy gondolja, hogy mégiscsak ez legyen az első, és nagyon szeretne bekerülni erre a szakra, akkor addig egy alkalommal július 8 előtt van lehetősége. Mi kell még a felvételhez? Tehát egy, jelentkezni kell a felvételire, fel kell tölteni az egészségügyi alkalmasságról szóló nyilatkozatot. Február 15-ig még egy úgynevezett előalkalmasságról kapcsolódó nyilatkozatot is fel kell tölteni, ami valójában a része ennek a dolognak, és ez csak akkor szükséges ennek a feltöltése, hogyha valaki felmentést szeretne kérni, vagy a gyakorlati, vagy a sportági gyakorlati, vagy a sportági elméleti vizsga alól, és mindjárt beszélni fogunk róla, hogy mely esetekben van lehetőség erre. Minden esetben ezt az előzetes, ugye sportági eredményesség lesz valójában ez, amit fel lehet tölteni így igazolásként, amit az Országos Sportági Szakszövetségtől kiállított hivatalos dokumentummal lehet megtenni. Akinek nincs semmilyen plusz felmentése, ugye, annak a felvételi vizsga, ugye két időpontban, két helyszínen kerül megnevezés, lebonyolításra. Ugye a budapesti időpontunk az június 21-e, ez tehát azt jelenti, hogy
mind az ehhez kapcsolódó biológiai írásbelit ezen a napon írják meg, ez úgymond egy ilyen beugrónak tekinthető, és aki ott eléri az 50%-os minimális határt, az folytathatja tovább a sportági, elméleti szóbelivel, illetve írásbelivel, illetve a sportági gyakorlattal. Aki nem tudja teljesíteni az 50%-os eredményt a biológiai írásbelin, az sajnos nem vehető fel abban az évben az adott edzői szakunkra. Tehát június 21, ez a Budapest, itt ugye kajakkenu és kosárlabdára van lehetőség. Egy héttel később, június 28-án lesz Szombathelyen az edzői biológiai írásbeli, illetve az adott sportágaknak a sportági elméleti, sportági gyakorlati és szóbeli vizsgája. Ugye Szombathelyen kosárlabda, atlétika és kung fu sportágban. Ugye a kosárlabda mindkét helyen megvan, ezért, hogyha például valakinek érdemes bejelölni akár mind a két helyet, de hogyha csak az egyik helyet jelölte be valaki, de például a budapestit, és június 21-én valamilyen okból korlátozottsága, vagy ugye nem tud részt venni azon a vizsgán, akkor azt a mi felvételi irodánk felé, hogyha jelzi, akkor június 28-án a Szombathelyi felvételin részt vehet, és akkor ott szerzett pontok lesznek az érvényesek. Ugyanez igaz arra, hogyha valaki csak Szombathelyre jelentkezett kosárlabdára, de nem jó neki a június 28-a időpont, akkor eljöhet hozzánk, értelemszerűen előtte érvényeznie kell, de lehetőséget biztosítunk a június 21-én testi részvételre is. Itt még azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a vizsga bármely eleme közül, hogyha valaki nulla pontot ér el valamely részteljesítményben, akkor is az egész felvételi eljárásból kizárásra kerül, tehát nem vehető fel. Tehát ezért tessék komolyan venni majd a sportági, mind elméleti, mind gyakorlati részteljesítéseket, amiket majd be fogunk mindjárt mutatni, illetve elmondjuk, hogy miket is kell teljesíteni a felvétel érdekében. És most lesz az, hogy átadom a szót kollégámnak, Koltai Miklósnak, aki a Szombathelyi Intézetet, Szombathelyi Sporttudományi Intézetet képviseli, és ő fogja elmondani az atlétika sportágból a sportági, elméleti és írásbeli, szóbeli és gyakorlati lehetőségeket. Kedves érdeklődők, az ELTE PPK Sporttudományi Intézet Szombathely nevében szeretettel köszöntök minden érdeklődőt. Szeretném jelezni, hogy a két képzés egymással párhuzamosan zajlik, teljes koordinációban, teljes egyetértésben és teljes együttműködésben. Ez különösen igaz lesz a kosárlabda területére, de alapelveiben valamennyi sportági képzés az ELTE-n, a budapesti, illetve a szombathelyi képzési helyszínen azonos szinten és azonos módszertan alapján folyik. Külön szeretném köszönteni dr. Nagyváradi Katalin kolléganőmet, aki az intézeti Facebook oldalt kezeli. Szeretném elmondani mindenkinek azt, hogy most az a fajta felvételi kampányunk az teljes intenzitásba fordul, és ennek keretében valamennyi felületen az intézeti honlapokon, illetve az intézeti Facebook oldalakon valamennyi információ elérhető lesz a legrészletekbe menően. Jelen PPT prezentáció anyagában szereplő linkek is valamennyien teljes mértékben frissített linkek az itteni, illetve a felvi.hu-n található anyagok teljes mértékben naprakészek, és úgy gondoljuk, hogy maximálisan mindenfajta kérdésre
mindenfajta érdeklődésre pontos választ tudnak adni. Ennek ellenére azt szeretném mondani, hogy akármi ketten ennek a képzésnek a felelősei, illetve a honlapon megjelent információk alapján, akár e-mailben, vagy személyesen is rendelkezésre tudunk állni, és akár itt a nyílt nap végén a felmerülő kérdésekre csetelés formájában, vagy egyéb telefonon, illetve e-mail formájában is az egyedi kérdésekre is választ tudunk adni. Atlétika képzésről csak Szombathelyen indítjuk, ugye Szombathelyen az atlétika, kosárlabda, kungfu, egyéb sportágokban nem indítunk, nagyon lényeges, mivel korábbi években előfordult olyan, hogy valaki ettől eltérő sportágokban jelentkezett, sajnos azokat nem tudtuk fogadni. Atlétikában ugye úgy zajlik ez a felvételi eljárás, hogy 9 órakor szoktuk kezdeni a biológia írásbelivel, ott egy gyors javítást követően ugye még egy írásbeli zajlik, a sportági elméleti írásbeli, itt láthatók a pontszámok, és ezt követően kerül sor a sportági szóbelire, és körülbelül a kora délutáni órákban kerítünk sort a sportági gyakorlati felvételiről. Itt láthatók a tételek, ezt úgy kell értelmezni, hogy atlétika sportágban kiterjedve a teljes szakágrendszerre, tehát nem csak a korábban egyetemen, főiskolákon tanult szakágakra, hanem az atlétikának a teljes spektrumára kiterjed. Egy húzott tétel alapján kell beszélgetés formájában az eddigi dolgokról tanúbizonyságot adni. Itt az atlétikát, a történeti jellegű sportágoknál nyilván nem csak a kialakulás történetét, hanem az egyéb különös tekintettel a magyar vonatkozásokra. Minden egyes sportágnak a végén található egy link, ahol a teljes dokumentáció megtalálható, a biológiával kapcsolatos, illetve a sportági elmélet és gyakorlati kérdésekre, az arra való felkészüléssel kapcsolatos segédanyag megtalálható, az irodalmak, ezek is teljes mértékben napra készen. Tehát így érdemes felkészülni ezekre a vizsgákra. Az atlétika sportágnak a gyakorlati vizsgája látható ezen a harmadik táblán. 3 gyakorlat, az egyik futó gyakorlatok közül egy rövid táv és egy közép-hosszú távot magában ölelő feladatot kell teljesíteni, és azt szeretném elmondani, hogy így ennek megfelelően ugye 6 egymástól különböző gyakorlat van. Ennek a pontérték táblázata talán most ezekben a pillanatokban fog felkerülni az ELTE PPK Sporttudományi Intézetnek a honlapjára, tehát előre lehet tudni, hogy ezekben a bizonyos szakágban milyen pontszámot kell teljesíteni. Felhívom a figyelmet, hogy összességében eléggé jelentős az aránya, a sportági gyakorlati vizsga összességében 90 pontot fog jelenteni, és így a 3 gyakorlat mindegyike ugye 30-30, illetve ennek megfelelően kerül sor a többi szintnek az elfogadása. A második gyakorlat az ugrásokból áll, gát fölötti szögdelésekből, 8 gátat helyezünk ki, ezt a hallgató nők esetében 76-os, férfiak esetén 91-es gátmagasságra állítva, a saját begyakorolt távolságára állíthatja, és az a kérdés, hogy páros lábon helyből hány gát fölött tud átszögdelni, nyilván a maximum 8, a maximális pontszámot, a 8 gát átszögdelése jelenti. Majd ráfutásból, tehát lendületszerzésből egy 5-ös ugrást kell teljesíteni eredményesen. Tehát ez az ugró része, a dobások, kétkezes vetés előre, ez azt jelenti, hogy a kinn az atlétika pályán, a dobókör bástyáján állva, lábközé lendítve előre, illetve hátrafele ugyanígy végrehajtani, és ez a bizonyos méterek, amikért a pontszámokat adjuk, az pedig megtalálható majd a Sporttudományi Intézet honlapján. Hogyha tovább megyünk a következő sportágra, az most a kajak. Visszaadom a szót Úri kolléganőnek.
Köszönöm szépen. Igen, tehát ugye a kajakkenu sportágat, azt a Budapesti Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet kezeli, illetve nálunk működik ez a képzés. Az elméleti és a szóbeli, írásbeli dolgok ki fognak térni különböző sport történeti részekre. Érdemes természetesen itt is a magyar vonatkozásokat szem előtt tartani, a sporteszközöknek a fejlődésére, ugyanúgy, mint a modern kajakkenuzásnak a technikájára. Lesz szabályrendszer ismeret, és nagyon hangsúlyoznám, hogy ugye a kajakkenu bár ugye úgy ismerjük, mint egy olimpiai sportág, ugye olimpián nagyon eredményes sportág, de nem csak versenysport és élsport jelleggel és szinten lehet űzni, hanem kifejezetten szabadidős jelleggel is. Akár egy egyesületen belül is megtalálhatóak ezek, de vannak kifejezetten szabadidős sport egyesületek ezen a téren, tehát kell készülni erre az irányra is, és ugye ebben a leírásban annyira nem jön vissza, de ahogy a tantárgyaknál már felsoroltam, ugye az edző az kifejezetten ugye egy nevelő, egy pedagógus szerepet is betölt az ő vele kapcsolatba kerülők életébe, tehát lesznek egy sportpedagógiai, az eddigi sportpedagógiai tapasztalatokra utaló kérdések, és helyzetek, hogy milyen sportpedagógiai, milyen nevelési helyzeteket élt meg például már ugye az ember, és mit gondol, az jó vagy rossz megoldás volt, ő hogyan csinálná, az ő edzője hogyan csinálta, hogyan oldotta meg ezeket a kérdésköröket. Tehát ezek az elméleti, gyakorlati dolgokhoz még hozzá kapcsolódnak, és ugye ugyanígy a felvételi dokumentációban ezek a pontos témakörök megjelenítésre kerülnek, valamint az adott szabályokhoz, illetve a felkészülési anyaghoz tartozó könyvek és egyéb dokumentumok. Itt is, mint az előbbi, mindegyik sportágnál gyakorlatilag három nagy gyakorlati csoporttal fogunk találkozni. Itt is ugye 90 pontot képvisel ez a dolog. És hát látható, hogy valójában azok tudják csak teljesíteni, akik azért valamilyen szinten jártasak, vagy a kajakozásban, vagy a kenuzásban. Tehát mindkettőben nem kell nagy jártasság, tehát nem az szükséges, hogy mindkettőben legyünk nagyon magas szinten jártasak, sőt, ugye ez általában ugye nem is elképzelhető, mert ha valaki magas szinten kenuzik, az általában a kajakozásról elég legalábbis technikai dolgokat nem biztos, hogy olyan nagy mértékben fog tudni. Tehát az első gyakorlatnál is ilyen szabadon megválaszthatja, hogy versenykajakkal vagy versenykenuval teljesíti. A lényeg, hogy helyes alaptechnikával teljesítse az ember az adott távot. Mi nem kérünk időt, hiszen gyakorlatilag azt ugye versenyhelyzet határozza meg, hogy valaki hány perce, vagy hány másodpercre teheti, vagy hány másodperc alatt tudja teljesíteni ezt a távot. Ez ugye nem egy Európa-bajnokság, amit mi szervezni akarunk, hanem ez egy felvételi. Látni szeretnénk, hogy helyes technikával rendelkezik-e az ember, vagy mennyire helyes technikával rendelkezik. Tehát valójában mi úgy gondoljuk, hogy nem csak az élversenyzőket, ezt szeretnénk hangsúlyozni, nem csak az élversenyzőket várjuk, akik már valamilyen szinten edzés gyakorisággal látogatnak, vagy látogattak ugye az elmúlt időszakban edzéseket, és szeretnének edzővé válni, és megvan bennük, tehát kajakkenu edzővé, és megvan bennük ez a motiváció, akkor ezeket a feladatokat biztosan teljesíteni fogják. Az nem baj, hogyha nem a Európa bajnoki szinten, vagy időbeli szinten teljesítik ezt a dolgot. Ami fontos, a helyes technika. Ugyanígy ugye ez igaz a második próbára is, hogy így mondjam, hogy feladatra, ami arról szól, hogy a állóhelyzetből kell. Tehát gyakorlatilag ez egy rajt gyakorlat, egy helyes rajtolási technika, illetve
ezután egy fékezés, megállás, fordulás és a rajthelyre való visszatérést mutatja be a résztvevő, míg a harmadik feladatunk, azt viszont nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy aki amúgy alapvetően kajakozik, annak is túrakenuban kell teljesítenie, tehát egy túrakenu kormányzása egyedül. Gyakorlatilag ugye ez egy picit már a szabadidős vonulathoz kapcsolódik, tehát, hogy nem csak a versenysportra, hanem a diáksportra, a mindenki sportjára is próbálunk felkészülni, és itt ugye a túrakenut egyedül kell megtanulni, kormányozni, hogyha ebbe esetleg valakinek is kajakos, és nincsen nagy jártassága, akkor az egyesületben kölcsönkér egy hajót, és akkor begyakorolja ezt a feladatot. Tehát, hogy ez gyakorlatilag nem gondoljuk, hogy olyan nagy nehézséget jelent azok számára, akik ebben a vízisport területen valamennyire jártasak. És most visszaadom kollégámnak a szót, hogy a kosárlabdához kapcsolódó követelményeket elmondja. Köszönöm. Tehát kosárlabdából mindkét helyszínen, mindkét képzési helyszínen indítunk szakot. Ez azt jelenti egyébként, hogy teljes egyetértésben a felvételi eljárás minden részletére, illetve a képzés teljes módszertanára, illetve a diplomaszerzéssel kapcsolatos összes részkérdésben is teljes egyetértés és teljes megfeleltetés van a két intézet között, és rögtön szeretném elmondani, hogy a felvételi eljárásban, akár elméletben, akár gyakorlatban, bármelyik helyszínen végrehajtott felvételi eljárás teljes mértékben érvényes mind a két intézet esetén, de ugyanakkor nem mondható el ez arra az esetre, hogyha valaki más egyetemekre jelentkezik, mondjuk a testnevelési egyetemre, az adott sportágba, mi sem tudjuk elfogadni az ő felvételi eljárásban szerzett értékelését, és ők sem fogják elfogadni a miénket. De nagyszerű az, hogy itt az egyetemen belül viszont egymásnak a kosárlabda sportágban például teljes mértékben megfeleltethető a felvételi eljárás minden egyes szakasza. Itt láthatók az elméleti kérdések, amely a történet, technika, taktika, posztok szerinti támadó védekezési rendszereknek a dolgaira részletesen kiterjed, ugyanúgy, mint a többi sportágban, ugye 10 kérdésből áll, ezekről a témakörökről kell beszélni a szóbeli során, illetve ezekből a témakörökből összeállított felvételi írásbeli kell majd teljesíteni, akinek ugye nincsen felmentése. A gyakorlati vizsga az részben, itt ugye szubjektív megítélés kérdése, minden egyes gyakorlatot bemutatás előz meg, az illető kollégák felhívják a figyelmet a pontos végrehajtásra, illetve az értékelésnek a módjára. Itt tulajdonképpen egy bizonyos labdavezetési mechanizmust követően egy fektetett dobást kell mindkét oldalra elvégezni az első gyakorlatban. A második gyakorlat a büntetődobás, nyilván annak az eredményessége, illetve a technikai kivitelezése számít. És a harmadik gyakorlat az egy 3-3 elleni, 5 percig tartó, egy palánkra történő játék, védekező, illetve támadó szerepek betöltésével kapcsolatba kerül értékelésre. Tehát ennyit akkor a kosárlabdáról, és hogyha tovább tudunk menni, a kung-fu szakág. A kosárlabdát egyébként Váradi Attila kollégánk végzi, külső oktatónk végzi, tehát ő ennek a tantárgy felelőse, és Koszorovics Mihály világbajnok, kung-fu versenyző, illetve edző, ennek a szaknak a felelőse, illetve szakágnak a felelőse. Itt ugyanúgy, mint a többi tantárgyból, a történet, stílus, technikák elemzése, nemzetközi szervezeteknek a dolgait, ugye különböző nemzetközi szervezetei vannak a kung-fu-nak, és ezekre kiterjedően történik majd az elméleti, illetve az elméleti, írásbeli és szóbeli teljesítmény.
itt is, mint a többi sportágokban, a kondicionális képességek, koordinációs képességek, illetve a sportági technika felosztása, versenyek szervezése, ezekre terjed ki a 10 témakör, amiről ugye hát a felvételi során, amiről szó lesz. A kung fu sportágban a gyakorlati vizsga ugyanúgy 3 gyakorlatból áll. Az egyik egy ütés, a második egy rugás, a harmadik egy védési technikának a bemutatása. Tegnap beszéltem a kollégámmal, és elmondta, hogy pontosan mit jelent ez, én annyira nem vagyok jártas a kung fuba. Tehát a sportág alap, mondjuk ütés technikái közül kell egyet kiválasztani, és azt az egy ütés technikát kell technikailag helyesen bemutatni, tehát az első gyakorlaton belül ez az egyik rész, a másik rész pedig, hogy egy kombináció keretében, mondjuk egy 3-as kombináció keretében kell azt a bizonyos ütés technikát bemutatni. És ennek kell tudni elmagyarázni tulajdonképpen a szerepét, illetve alkalmazását. Ugyanúgy a második gyakorlat során ugyanez egy rúgás technikával, először önállóan bemutatva a technikát, majd utána egy 3-as kombinációban végrehajtani az adott technikai megoldást, és teljesen hasonlóan a védési technikákról, ugyanez először egy, és utána pedig egy kombinációs védés technika bemutatása, illetve magyarázata kerül hát, a felvételi vizsga során bemutatásra. Akkor én most átveszem a szót, és mondom azt, hogy hogyan lehet ugye felvételi alól valamilyen részmentesítést, vagy teljes mentesítést kapni. Természetesen azok, akik ugye a saját sportágukban, és hangsúlyozzuk, hogy felnőtt korosztályban, tehát nem ifjúságiban, nem serdülőben, hanem felnőtt korosztályban, olimpián, világbajnokságon, Európa bajnokságon, az első 3 helyezést érték el, és ugye erről hozzák az adott sportági szakszövetségnek az igazolását, annak a teljes felvételi alól mentesítést adunk, és ugye maximális ponttal kerül be. De akkor is nagyon fontos, hogy jelentkezni kell. Tehát ugye be kell jelentkezni a felvi.hu-n, hogy szeretne hozzánk edzői szakra jelentkezni. A második körben az már ugye sokkal több embert szokott érinteni, az pedig a sportági elméleti és gyakorlati vizsgák alóli felmentés. Ez azt jelenti, hogy a biológia részt meg kell írnia, de a sportági sem elméleti írásbeli, sem gyakorlatit nem kell tenni annak, aki ugye felnőtt korosztályban, olimpián, világbajnokságon, Európa bajnokságon, a saját sportágában 4-5 vagy 6. helyezést ért el, illetve hozzátesszük, hogy azoknak sem, aki edzőként rendelkezik ilyen szintű eredménnyel. Tehát, hogy akinek már megvan egy edzői gyakorlata, de nincs még ugye papírja, szakedzői papírja, csak mondjuk egy OKS papírja, és szeretne főiskolai diplomát szerezni, azok közül is ugye vannak, akik jelentkeznek hozzánk. Akinek a versenyzője rendelkezik ilyen eredménnyel, az is ugye ezt a részfelmentést megkaphatja. És a leggyakoribb típusa a felmentéseknek az a sportági gyakorlat alóli felmentés. Ez tehát azt jelenti, hogy mind a biológiát meg kell írni, mind a sportági elméletnek a szóbeli, illetve írásbeli részén részt kell venni, de a sportági gyakorlat alól felmentést kap ugye az a versenyző, aki a saját sportágában nemzeti bajnokságnak vagy országos bajnokságnak nevezett felállásban, felnőtt korosztályban első helyezést ér el, és erről benyújtja a megfelelő dokumentumot. Tehát a sporteredményt mindig az Országos Sportági Szakszövetség által kiállított dokumentumként kell értelmezni. Mivel ugye járványhelyzet van, és mivel minden elektronikusan szokott történni, természetesen az igazolás kérése e-mailen, PDF-es dokumentum formájában történhet, és így lehet feltölteni ezt a felvételi rendszerre. Továbbá ugye fontos kerete az edzői szakunknak, amit az elején nem említettünk, de most itt összefoglalólag. Ez a
A Szombathelyi Sporttudományi Intézet esetében már régebb óta is levelező tagozaton folytatódott, most is abban a formában fog történni. A Budapesti Intézet esetében korábban mi nappali képzést, de most mi is áttérünk a levelező tagozatra. Tehát ha valakitől hallottak ennek ellenkezőt, akkor az azért lehet, mert korábban mi nappali, de mostantól levelező tagozaton fogják kezdeni a képzést, akik a Budapesti Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet részterületére kerülnek. Az konzultációs, ugye a levelező tagozaton konzultációs alkalmakról beszélünk, ezek kifejezetten hétfői keddi napokra fognak kerülni, igazodva ahhoz, hogy a legtöbb ugye sportágban a hétvégén rendezik a versenyeket, meccseket, összecsapásokat, bemutatókat, attól függ ugye, hogy miről beszélünk. Ezért a hétfő keddi napok a leglazábbak, ez mindig az ugye az edzői felkészítői szerepnél, mind ugye versenyzői szerepnél. Próbálunk alkalmazkodni ugye az adott sportágnak a sajátosságaihoz részben, illetve a különböző gyakorlatokat megpróbáljuk tömbösített, vagy bizonyos helyszíneken akár ilyen tábori formában megvalósítani. Ez egy levelező képzés, mint említettük. Mindkét helyszínen körülbelül 10 és 30 fő közötti embert várnánk, majd meglátjuk ugye a jelentkezők számát. Amit mi szeretnénk nagyon hangsúlyozni, hogy sok egyetemen, nem a más egyetemen, akár a testnevelési egyetemen is, a levelező képzés csak költségtérítéses formában működik. Ez nálunk nem igaz, levelező képzést is indítunk állami finanszírozott formában. Aki még esetleg mondjuk más képzéssel nem élte föl mondjuk így azt az állami finanszírozott éveket, amit ugye az állam egy adott személynek biztosít élete során, tehát hogyha valakinek még nem volt állami finanszírozott képzése, és akár ugye felnőtt ember, az is járhat állami finanszírozott képzésre. A költségtérítés pedig egy fél évre, aki ezt a képzést kell, hogy válassza, az 225 ezer forint tervezetten, és értelemszerűen ennyi marad a képzés végéig is, hiszen ugye aki bemenetnél azzal a költséggel vettük fel, akkor ez marad. A hallgatói önkormányzat számos támogatást is lehetőséget nyújt mindazok számára is, akik állami finanszírozott képzésen vannak, mindazok számára, akik költségtérítéses képzésen vannak. Ahogy a kollégám említette, én kifelejtettem a sportágaknál, de akkor ugye most egy összefoglaló dián, az atlétika sportágnak a szakági felelőse Koltai Miklós, kajakkenunál ugye Rausz Szabó Attila, aki szintén világbajnok, és tanítványai vannak, olimpiai bajnokok, olimpiai helyezettek is, ugye kosárlabda a két helyszín miatt, ugye két felelőssel rendelkezünk, nálunk ugye Lukács Anikó és Szombathelyen Váradi Attila kollégánk, és kungfuból pedig Koszogovics Mihály, aki a sportágnak a felelőse. És hát reméljük, hogy minél bővebb tájékoztatást tudunk adni, de természetesen a chatben érkező kérdéseket a felvétel után meg fogjuk válaszolni. És mindenképpen, aki még érettségi előtt áll, annak sikeres érettségit szeretnénk kívánni, akinek már ez rég megtörtént, akkor eredményes felvételi felkészülést. Információk nagyon sok helyen megtalálhatók rólunk, általában a PPK honlap felvételizőknek almenüjében, és szeretném felhívni a figyelmet a felvinfo@ppk.elte.hu címre, amin keresztül nem csak most, hanem az felvételi eljárás teljes időszaka alatt lehet kommunikálni, és általános felvételihez kapcsolódó kérdéseket feltenni. Ha ezek speciális kérdések lennének, akkor pedig továbbítani fogják felénk ezeket a kérdéseket. Ahogy kollégám is említette, mindkét intézetnek megvan a saját honlapja, illetve a saját Facebook oldala, ahol szintén lehet kérdezni tőlünk, megtalálni információkat,
és nagyon köszönjük a figyelmet, de még nem szeretnénk lezárni ezt a dolgot, hanem most következik a... Most fog következni a Sporttudományi Intézetnek a bemutatkozó filmje, ahol szintén hát nem csak az edzői, hanem a teljes Sporttudományi Intézet képzéséhez kapcsolódó palettát szeretnénk bemutatni, és már is indítom ezt a... Yeah, you could be the greatest, you could be the best. You could be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Be believers, be leaders, be astronauts, be